Nézzük, miből is áll a söviakva csepegtető rendszer. Kezdjük azzal, hogy felvágjuk az acskót. Ebben találhatunk három különböző elemet, három különböző csatlakozó elemet, amelyekről a későbbiekben szót ejtünk még. És azon kívül a csepegtető csövet. Ez a csepegtető cső, ez 10 méter hosszú. Az első elem az, amivel a hálózati vízhez vagy a vízkivételhez valamilyen módon csatlakoztatni tudjuk. Ez, mint látjuk, egy csavaros szerkezet, erre rá kell húznunk a csepegtető csövet, és egy nagyon egyszerű mozdulattal kúposan rászorul a csőre, és innentől ezzel már semmi további dolgunk nincsen. A csatlakozó elem másik oldala pedig arra való, hogy ezt a hálózati vízcső csatlakozásra egy gumislagon keresztül meg tudjuk tenni. Itt is szintén egy csavaros szerkezet segítségével nagyon gyorsan, egyszerűen csak rátoljuk, és egy ügyes mozdulattal már meg is szorítottuk rajt a csővezetéket. Miután összekötöttünk már a vízrendszerrel, további két lehetőségünk van. Egyik, hogy folytatjuk tovább, tehát 10 méteres szakaszból 20, 30 vagy akár 50 méteres szakaszt építünk össze egy toldó segítségével, vagy pedig lezárjuk a végét. Itt egy toldást láthatunk, itt egy toldó elemet építünk be ilyen esetben, ugyanúgy, mint ahogy azt korábban is láttuk, csavarosos szerkezettel egyszerűen és nagyon gyorsan rögzíthető mindkét oldalon a csepegtetőcső, és így oldjuk meg a toldást. Ahogy említettem, amikor a csepegtetőcsövünket leszeretnénk zárni, akkor a végzár elemet használjuk. Ez ugyanúgy, ahogy már a csatlakozó elemeknél láttuk, ugyanolyan csavarosos szerkezettel, egy mozdulattal tudjuk rögzíteni a csepegtetőcsövünkön, és ezzel meg is oldódott a csepegtetőcsövünk lezárása. Felvágtuk a csepegtető szalagot, hogy ön is láthassa, milyen titok lakozik benne, bár semmilyen titok nincsen. Ez a rózsaszín szalag hivatott azt segíteni, hogy a nyomás nehogy tönkretegye a csepegtető szalagot, hogy egyenletes mennyiségű nedvesség tudjon kijutni a talajra. Miután összeszereltük csepegtető rendszerünket, próbáljuk is ki. Látjuk, hogy milyen intenzíven csepegtet, és mennyire nedvesen tudja tartani a talajt. Ez növényeink számára nagyon-nagyon fontos. Ez a csepegtető rendszer egy bár nyomásnál kisebb nyomáson kell, hogy üzemeljen, ezért nagyon fontos, hogy hálózati vízre közvetlenül ne kössük rá. Ha mégis hálózati vízre kell kötnünk, akkor ne nyissuk ki teljesen a hálózati vízcsapját. Mindezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogyha két ujjal nagyon könnyedén össze tudjuk nyomni a slagot, akkor biztos, hogy egy bár nyomás alatt van, és ebben az esetben hosszú élettartalmú lesz csepegtető rendszerünk.